festmények, grafikák, fotók. Csak néhány azon technikák közül, melyek bemutatkoznak a Nyíregyházi Városi Galériában a csütörtök délután megnyílt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei őszi tárlaton. Az évente megrendezett kiállításon valamennyi képzőművészeti ág képviselteti magát. Most nagy örömünkre több mint 80 művész pályázott közel 300 művel. Nagyon fontos, hogy az egész régiónak a művészetét bemutatja. Szabad beadásos rendszerűvé tettem, tehát azt jelentette, hogy bárki a megyében, aki művészettel foglalkozik, pályázhatott, és a szakértő zsűri volt, aki eldöntötte, hogy kik kerülhetnek a kiállításra. A zsűri végül 57 művész 77 alkotását találta kiállításra érdemesnek. A tárlat egy megmérettetésnek is tekinthető, ahol a szakmai zsűri által legjobbnak tekintett két alkotó munkáját elismerésben részesítik. Idén is díjat adott a város és a megye, amely díjakat Homorú Réva festőművész és Kis László Gergő grafikus művész kapta. Igazából én spontán döntés volt, én beadtam ezt a három munkát. Pont egy nagykálói ismerősöm javasolt, hogy adjam be őket. Ezeket a képeket egyébként Kőszintér 2017 nevezetű alkotótáborban csináltam. A téma a nő volt, úgyhogy én ezeket nagy betegségemben otthon csináltam végül meg, és utólag adtam be erre a művésztelepre. És aztán úgy gondoltam, hogy érdemes lenne vele még pályázni valahová. Az őszi tárlat a megye legfontosabb képzőművészeti seregszemléje, de a helyi határokon túlmutató lehetőségeket is kínál a művészeknek. Azért fontosak ezek a tárlatok, hogy ilyen módon is be tudjanak kapcsolódni ezek a művészek a ország és talán az európai világművészeti trendekbe is, és időre megvérettessenek ezen a szűrőn is. Ez számukra is feladat, a helyi közösségnek is lehetőség, hogy megnézze az évi termést. A kiállítás anyaga október 14-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában, valamint a Váci Mihály Kulturális Központban.